Még kissé óvatosan hozza ki a sárga szakállas Maki az ikreit a hátán, de hamar megbarátkoznak stábunk kamerájával is. A most még főleg anyjukba csimpaszkodó kölyköket test közelből is megcsodálhatják a látogatók a Nyíregyházi Állatpark Maki erdejében. A ritka Maki féléket nem lehet megsimogatni, bármennyire is barátságosnak és közvetlennek tűnnek, a dolgozók is csak kesztyűben etetik őket. Sárga szakállas Maki a nevük, utalva arra, hogy sárga szakálkájuk van, viszont a másik elnevezésük Majot Maki. Ez arra utal, hogy ők nem Madagaszkár szigetén élnek, mint az összes többi Maki faj, hanem 400 kilométerre attól Majot szigetén fordulnak elő. Őket is, mint az összes lemúr félét, az élőhelyük elvesztés és a vadászat tizedeli a természetben, ezért is fontos, hogy állatkerti körülmények között szaporítsuk őket, és ez igen nagy sikerrel zajlik. A tenyész csapat minden évben megörvendeztette eddig a gondozókat utódokkal, azonban most először születtek ikrek. Az 5 hetes kicsik már egyre gyakrabban másznak le anyjukról, ismerkednek a külvilággal és majszolják a faleveleket is. Az állatpark egy másik pontján is kis majmok csalnak mosolyt a vendégek arcára, itt 10 kis galléros pávián bébi született. Ez a faj háremekben él, a Nyíregyházi Állatparkban az 50 felnőtt egyed és a nemrég világra jött kicsik 3 különböző háremet alkotnak. A különlegességük, hogy ezek a csapatok sosem vegyülnek, az uralkodó hímnek, vagyis a basának pedig párosodási előjoga van, sőt a táplálkozásuknak is komoly szabályrendszere van. Alapvetően a páviánoknál a vezérhímnek nem csak a párosodás az előjoga, hanem a legfinomabb falatokat is ő kapja meg legelőször, hogyha igazi ínyentséget dobok be a kifutóba, akkor is bárki bármennyire ácsingózik, utána nem mer a falathoz nyúlni, csak akkor, hogyha a vezérhím arra engedélyt ad, arra pedig ritkán kerül sor. A hímeket jól meg lehet különböztetni a nőstényektől, a vállukat borító hosszú, vastag, ezüstös szőrköpenyről és a tekintélyes szemfogukról, ráadásul testük is 2-szer nagyobb. A most született kicsik viszont még sötét szőrűek, és idejük nagy részét anyjuk hasán töltik. A piros fenekű csapatot és a rendezett viselkedés kultúrájukat a róluk elnevezett páviándomnál figyelhetik meg a Nyíregyházi Állatpark látogatói.